A Margit-sziget és a hasonlóan nagy zöld területek, a budai hegyek lezárása hibás intézkedés, pótcselekvés, hiszen azáltal csak kisebb parkokba zsúfolódnak a fővárosiak, akiknek az egészségük megőrzése érdekében is szükségük van a megfelelő távolságtartás mellett a friss levegőre, napsütésre, mozgásra, különben az immunrendszerük is legyengül. Ezért közegészségügyi szempontból is szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom felelős ellenzékként, hogy nyissák meg a nagyobb zöld területeket. A személyes távolságtartás szükséges, annak előírását már elsajátította a társadalom többsége, de a közterületfelügyelők és a rendőrök is figyelhetik az esetleges csoportosulásokat és közbeavatkozhatnak. Azonban csoportosulásra inkább a nagyobb lakóépületek közti miniparkokban van esély, míg például a Margit-szigeten kisebb eséllyel találkoznak az ismerősök. A fővárosi zsúfoltság miatt nem véletlenül vált gócponttá Budapest. Káros pótcselekvés a nagy zöld területek lezárása. Karácsony Gergelynek például inkább az idős otthonokkal kapcsolatban lenne tennivalója. A legetikátlanabb szociálpszichológiai kísérleteket juttatja eszembe a járványban az emberek összezsúfolása a parkok lezárásával, és a rossz példa is ragadós, de az önkormányzatoknál szeretne megállt parancsolni ezeknek a kontraproduktív lezárásoknak a Mi Hazánk mozgalom. Ugyanis minél több területet zárnak le, és minél kisebb életteret hagynak az embereknek, úgy nő a fertőzés kockázata. Orbán Viktor azt mondta, 2-3 gyerekkel otthon lenni maga a dzsihád, és ebben van is valami. A mentális egészségre, a családok békéjére, feltöldődésére is figyelni kell ahhoz, hogy a tényleg szükséges korlátozások továbbra is tarthatóak legyenek. Ezt célozzák a külföldi enyhítések is. Közegészségügyi érdek is, hogy az emberek immunrendszere ne gyengüljön le, ezért is kell biztosítani a Mi Hazánk mozgalom szerint, hogy tudjanak a megfelelő távolságtartással természetesen levegőre menni, napfényre menni, illetve mozogni az emberek. A labda most Karácsony Gergelynél pattog.